Na tehát itt is vagyunk a Those Nights at Fredbear's-nek a folytatásával. Megpróbálunk, nagyon-nagyon durván megpróbálunk a kulcsszó arra, hogy a harmadik éjszakával kezdjünk valamit. Szóval van egy tervem fejben. Utána néztem, és meg lehet, hogy van egy meta, amit ki tudunk találni. Szóval téged is lehet loopolni gyakorlatilag. Van egy olyan hely, ahova be tudunk állni, hogy tehát téged folyamat lerakjunk oda, mert te elméletileg elfutsz és lekapcsolod a generátort. Szóval kaptam egy olyan fülest, hogy elméletileg, hogyha ide beállok, ide nem tudnak bejönni az animatronikok maguktól. Én ezt leszeretném tesztelni most azonnal, és akkor az lesz, hogy gyakorlatilag itt fogunk állni, addig, ameddig ilyen, nem is tudom, hajnali 1.30, 1.40 lesz, és utána csak úgy szimplán bemegyünk a generátori szobába, és benn ülünk a Night-nak a legvégéig. Közben figyelni fogjuk ezt a kis plüst. Addig is viszont, tehát csak szimplán itt fogunk ülni. Akkor közben mondok infót. A kurzusnak megvágtam az első 2 óráját. Ma kegyetlen sokat vágtam, felkeltem és instant gürüztem, tehát vágtam, mint a retek halad. Szóval jó haladok azzal is, na de jó lenne, hogyha ezzel a játékkal is jó haladnék, mert valamit azért ténylegesen szeretnénk már haladni. Be vagyok szívva, vagy nincsen hangja a játéknak? Megy még a Fongálynak a szövege, csak én eljöttem onnan, mert nem látom, hogy menne az idő. Tegnap ugye rájöttünk, hogy ebben a játékban nagyon-nagyon sok minden szerencsére megy, még az áram is, és egyébként valószínűleg tényleg a Fongálynak a szövege megy még. És tehát most jelenleg be vagyunk fagyva addig, ameddig még pofázik ott az irodában, mert ahogyan elnézem, az áramunk sem megy le. Behagyom a lámpát, hogyha megy lejjebb a lámpa, akkor megy az idő is. Nem megy lejjebb a lámpa. A Fongály ez még mindig pofázik, ez most komoly? Vagy nekem kéne felvennem a telefont? Úgy csezd meg, hogy addig el sem indul az éjszaka, ameddig fel ne veszed a telefont. Hallod, én meg már... Én ott ült, tehát 3 perc ott voltam. Na most akkor megnézhetjük azt a stratégiát, amit hallottam. Szóval elméletileg, hogyha ide beállunk, akkor ide önmaguktól kulcsszó elméletileg nem jöhetnek be az animatronikok. Remélem, hogy igazatok van. Mert tehát önmaguktól ez a két fő köcsög gyakorlatilag. Ezek nem nagyon szoktak úgy mozogni. Hát az irodák fele szoktak lenniük, hátrafele nem nagyon szoktak jönni, ahogyan elnéztem. Főleg nem be, ugye, a generátori szobába. Hogyha be is jön a generátori szobába, csak úgy szimplán vissza tudok futni egyébként, loopolni egyet és bemenni az irodába. Tehát annyit most ténylegesen a legnagyobb lényegünk, hogy eljussunk a Night-ban legalább egyszer az irodához, és onnantól fogva tudunk loopolni mindenkit. Mert tehát ugye azt is tudjuk elméletileg, hogy a kis plüstrap az a generátorhoz fut. Tehát, hogyha én ott vagyok, akkor ő nem fog tudni odaérni, lenyomni a generátort, mert hát ott leszek, basszus, na? Egy ilyen van és semmiféle mozgás? Most komoly? Elmentek az animatronikok? Meg lehet, hogy ők is elmentek. Meg lehet, nekem is el kéne mennem. Szerintem mindketten a másik irányba mentek. Ott van. Ő meddig jött be ide? Az ott ő? Nem. Ő tehát csak elsétált is. Én is csak úgy elsétálhatok itt most? Megkísérelünk kimenni. Csá! Miért? Annyira ijesztő ez random, kicsit hangos hangeffekt, ami csak úgy a véletlen szerint megtörténik. Természetesen futkoz csak utána egészen nyugodtan, így is le fogja nyomni a plüstrap a generátort. Fogalmam sincs, hogy hol van, meg kellene keresni. De ez így most baj. Jaj, csak te követsz engem? Azt hittem, hogy a Nyuszi is. A Nyuszival mi van? Hallod? Nem nagyon kellene emlegetnem, mert meg a végén találkozunk vele, igaz? Merre fel van az irodánk? Valamerre elkezdem venni az utat az iroda fele, tudjak egy jót loopolni. A plüstrap az a baj, hogy tehát ő most csak úgy szimplán elment. Ő elhagyott minket. Ő is ott van? Hát hogy ne? Na és akkor most ők addig, amíg ott... Mi legyen? Azt akartam mondani, hogy... A Palias csak ugye... Hát hagyjál már a baromságaiddal, a Palias semmiből vett észre! Nézzük meg ezt az utat itt talán? Nem? De nem jó ez így. De nagyon-nagyon be akarok jutni a generátori szobába. Nem. Valahogyan mindig ott vannak. Tényleg az a probléma, hogy ez az egyetlen egy normális összekötő hely a játékban, az egy olyan hely, ahol ők mindig vannak, mert 2 van belőlük, 2 kijárat van. Nem létezik, hogy csak az egyik oldalon lesznek, ugye? Ez nagyon-nagyon rosszul jön ki. Plüstrap lenyomta a generátort. Akkor most megpróbálok kifutni. Én akkor vissza lehet amúgy nyomni a generátort, vagy tehát felejtsem el? Ja, ahogyan hallom, ez inkább egy felejtsem el kategória. Aha. Na várjál, azért megpróbálok valami turpisságot itt felhúzni. Kő! Ilyenkor csak úgy le vagytok állva. Nincs időm végigfutni az egész izén, igaz?
Aha, nincs olyan időm végigfutni az egészen. Tehát hogyha úgy nyomódik le az áram, hogy nem vagyok a kiárat előtt, akkor halott vagyok. Mert nem lesz időm végigfutni az egészen. Tehát most szerintem a lehető legtovább húztam, és így sem volt jó. De ténylegesen ott tartunk, hogy csak kell szereznem egy szerencsés ránt. Ez felettébb szomorú, mert ez a játék, ez nekem kifejezetten tetszik, de ez az AI megoldás, ez szerintem nem jó, az őszintén megvalva. Ez az AI megoldás, ez a játéknak a kárára megy. Tehát alapjáraton ez a játék, ez megvan az esélye, hogy az egyik legjobb, vagy talán a legjobb Fredbear Diner-es, hogy mi a franc az a tematika, ahol most vagyunk, játék legyen. De szerintem úgy kifejezetten az AI-nál pofára esik, és ez a gameplaynek a kárára megy úgy nagyon. De még csak a harmadik éjszakán vagyok, szóval még nem szólok, de ez tényleg... Hogyha ezt ki is viszem, a negyedik nem tudom, hogy fog menni. De nagyon olyan kíváncsi vagyok rá, hogyha ebben a részben nem megy, akkor megpróbálom még azért holnap, és hogyha holnap sem megy, akkor valószínűleg csak úgy szimplán ránézünk. Biztos van már valaki, aki kivitte, de ez tényleg káó. Tehát ez az AI megoldás, ez nem éppen a legjobb. Az a baj, hogy itt szerintem arról volt, az a baj, megmondom őszintén, hogy én igazából itt azt nézem ki, hogy tehát az a probléma, hogy a tesztereknek szólt a fejlesztő, hogy hogy kell mindent csinálni. Tehát egyértelműen volt tesztelve egy játék, úgy néz ki, mint egy játék, ami volt tesztelve, mert például Plüstrep tényleg kifejeli a gombot az irodában, szóval erre valaki gondolt, valamelyik teszter gondolom, vagy valami. De szerintem azért ilyen kegyetlen nehéz a játék, mert a teszterek valahogyan tudták, hogy mit kell csinálni, hogy mi az a meta, amivel lehet nyerni, és ezért ilyen nagyon-nagyon nehéz a játék szerintem. Na de mindegy, másfél óra van, és én tehát csak itt üldögélek. Valamikor ki is szeretnék majd menni, csak az a baj, tehát, hogy még innen, hogyha kijutok, meg akkor se tudom pontosan, hogy merre fele kellem úgy kimenni. Tehát egy ideig el tudok menni, de pontosan ki nem hiszem, hogy ki tudok. Na? Jött egy igen okos. Tovább mennél hátra? Én egy ilyen 2 óra körül megkísérelem azt, hogy tehát kimegyek. Az a baj, hogy a Knight-nak az eleje az tényleg tehát csak annyi, hogy bújsz valahol és megpróbálsz kijutni, és hogyha itt elcseszed az első kijutást, akkor igazából már káó az egész ránodnak gyakorlatilag, nem? Én legalábbis azt vettem le. Na, 2 ilyen van, megpróbálok kimenni. Észrevett. Itt már ennyi volt, itt már abszolút ennyi volt. Tehát ez az AI, ez ténylegesen a kárára megy a játéknak véleményem szerint. Na de, hát figyelj, azért valamit megpróbálunk esetleg Plüstreppel, hogyha egy útközben összetalálkozok. Vagy a másik gyökérrel, mondjuk annak nem nagyon örülnék. Azt, hogy meg lehet, hogy kihagynám. Habár Plüstreppet azt azért megnézném valahol, nem? Nem ott van, mert akkor láttam volna a szemét. Ja, nem, ez... Persze, te meg itt vagy. Jó, igen, jó. Help! Help! Help me! Szóval újra akkor ugyanazt próbáljuk, mert szerintem nem rossz, amit csinálok, csak valamiért, ha feltételezem kell, a szerencse nem úgy jön ki. Nem nagyon szeretek a szerencsére fogni dolgokat, de azzal van baj, amilyen dobókockákat dobnak az animatronikok, úgyhogy igazából csak várnunk kell egy tökéletes próbára, ahol tehát ki tudok oda menni. Mert, hát ja, ez nem lesz így jó. Úgyhogy megint itt fogom tölteni a Knight-nak az első 1-2 percét. Igen, nagyon fire gameplay. És utána megint megkísérelek kimenni a generátori szobába, és hogyha nem sikerül, akkor következőleg is megpróbálom ugyanezt, mert szerintem nem rossz a gondolkodásom, valahogyan így kellene ezt megcsinálni. Hogyha megint meghalok, akkor valószínűleg nézek róla egy guide-ot, hát ha van valaki, aki mond egy olyan metát, hogy ezen az útvonalon nem tudnak eljönni, vagy valami, mert tényleg kifogytam az ötletekből, totál el vagyok veszve, ennyire elveszve nem voltam még egy napjátékban. Szerintem egy olyan jó 2 ilyemig azért itt várhatunk. Azt meg kellene nézni, hogy Plüstreppet meddig hagyhatjuk, tehát békén. Aha, mind a ketten elmentek. Most jövök én, nem? Jöjjek most én? Már felkelek. Hova megyek? Itt vagyunk. Oké, na ebbe a sarokba kell begugolni egyébként. Ezt is kinyitjuk. Csak úgy. For fun. És akkor vissza, és begugolunk ebbe a sarokba. Tehát más... Sőt nem, kint gugolunk be a sarokba. Mert láttam, hogy kint elméletileg, ott tehát hallani fogjuk, hogyha jön a Plüstrep. Na meg ott tudunk loopolni is, hogyha az szükséges. Na figyeljük, ez itt a meta. Na. És mostantól itt fogunk ülni, hogyha meglátjuk Plüstreppet, megfogjuk, ezt elvisszük, vagy nem tudom. Figyelj. Hallok valamit csapkodni a lábát, nem? Csak animatronik ne jöjjön ide. Tehát akkor amit csináltam, az jó volt. Csak tényleg szerencsém múlott. Viszont a flashlightet azt mondja, látják az animatronikok, arról rá kellene jönni, hogy tehát látják-e egyáltalán a fényemet. Mert tehát arról volt már szó, hogy nem hallják. Hogyha nem is látják, akkor igazából nincsen
tehát lényege kikapcsolnom ezt. Erre csak ki. Miért? A szülők valahogyan képesek mindig a lehető legkevésbé alkalmas időpontokba felhívni. De tényleg, hát nézzétek meg basszus, van egy gyakorlatilag tökéletes ránunk. Erre csörög a telefon. Hogy nincs itthon kaja. Éhezni fogok videó után. Visszajövünk ide. Szerintem tényleg ez a meta valószínűleg. Hogyha jön plüstrep, akkor tehát csak szimplán vissza kell vinni, ott le... Szíves. Kérlek. Kérlek. Ó, de a lehető legjobban kérlek téged. Tehát mindig vissza kell oda őt vinni. Eközben mindig fel kell tölteni ezt a szutykot. Na de figyelj! 4 óránál vagyunk már. Ilyen jól eddig nem ment még. Ez a meta. Megvan a meta. Azért néha-néha elbújok, mert hallgatnom kell még a hangokat, mi van, hogyha ide jönnek. Kérlek, megint csak látok ott fénymozgást, ez ugye nem tehát az, hogy jön egy animatronik. Istenit. Szóval miért kapcsolt fel? Miért vagy te ilyen gyors? Üljél már a seggeden! Maradjál ott! Itt mindig így kell kinézni, basszus, itt mindig így dölöngélve kell kinézni. Jó, vissza még megint csak feltölteni. Ez lesz nekem szerintem a rutinom. Lerakom, feltöltöm, leülök a sarokba. Ez most megvan. Kérlek, légy szíves! Hogyha ez a Night 3 megvan, akkor hivatal... Sőt, nem mert a FNAF király, ez Markiplier, meg egy vicces Markiplier vagy. Én vagyok a FNAF mester, oké? Okay? Kiviszem, én vagyok a FNAF... Pali! Hát nem tudsz elülni a seggeden? Mármint nem így. Ott, ahova leraktalak. He? Innye. Kélek, mondd, hogy nem laggolt a felvételem. Ne. Légy szíves. Jó. Most... Nem! Nem. Ez egy rossz rémálom. Ez egy borzalmasan rossz rémálom. Lokkoljátok le, srácok, lokkoljátok le! Kérlek! Gyönyörűen, de tehát hogy a lehető legszebben? Gyönyörgöm, mindenemmel. Lokkoljatok, srácok, lokkoljatok. Jézusom, ezt a fél óra túlórát, ezt nagyon-nagyon remélem, hogy ki fogják fizetni, különben beperelem a céget. Úristen, ez a Night 3. Ez a vadállatoknak a játéka. Oké, mi van a Night 4-en? Ez brutál. Kérem a címemet, a FNAF mester, egy ilyen jogart a kezembe, egy, nem tudom, Cursed Freddy arccal. Jézusom, és ezek után van még folytatás. Ezek után ezek az állatok akarnak még folytatást. Oké, mi a helyzet? Hey, so far you're doing good. Tényleg? The great work. I just had something to tell you. Mi az? There's a situation going on with Fredbear. Igen. Ha kimegy az áram, utána jön. Previous shift,
there was some out of place commands executed by his AI, so just watch out for him. Remember, his stage is located on Camp 3, so if he ever disappears, just close both of your doors, so he doesn't get inside your office and cause any damage. And, you know, he should go back to his stage. But, yeah, just keep an eye out. Stay safe. Have a good night. Azt akarod nekem mondani, hogy ezt a játékot ezt nem úgy kéne játszani, hogy itt vagyok az irodában? Hát ez felettébe elszomorít engem. Azt mondja, hallod, ha eltűnik a izéről a kamerákról, akkor csak szimplán csukd be mindkét ajtódat, hogy ne izé okozzon kárt az irodádban. Ez be van szívva ez a játék? Eddig úgy voltam vele, hogy jó. Volt tesztelve, de tehát lehetséges. Most úgy vagyok vele, hogy nem. Ez a játék ez szerintem meg lehet, hogy tényleg nem volt tesztelve. Vagy megint csak mondom, a teszterek tudták, hogy hogy működik a játék. Ugye amikor tesztelnek egy játékot emberek, akkor hát a fejlesztőnek olyan embereket kell keresni, akik nem tudnak semmit a játékról, hogy szimulálja gyakorlatilag azt, hogy milyen lesz, hogyha egy ember játszik a játékával, egy játékos, aki ugye semmit nem tud róla. Legalábbis így kellene menni egy tesztfázisnak, én így szoktam csinálni. Direkt semmit nem is mondok el, hogy tényleg szimuláltassam, hogy milyen lehet, hogyha egy vadidegen, egy random játékos megkapja a játékot. Szerintem itt a teszterek tudtak legalább annyit, hogy hogy működik az AI. Mert máskülönben ez a játék ez nem jutott volna át tesztelési fázisokon. Ez megszakadt volna félúton tesztelésen, és úgy lettek volna, hogy jó, ezen változtatni kell, mert ez rohadt nehéz. Főleg most ezzel a Fredberes baromsággal, akit tehát nem nagyon értek még teljesen, de hát egész rájövünk majd, ha itt nem rágják meg a seggemet. Iszlát? Tehát ők most akkor kijöttek. Nem tudom, hogy tehát most örüljek, vagy... Na, ott van. Az ott a plüss. Szia. Például felkaplak, egy ilyen random potyautasunk is van. De mit, akkor majd szövüljél le ide. Ott is van egy szekrény, hát akkor végül is ide is rakhatom, nem kell mindig bevinnem a Fredberhez. Főleg úgy, hogy tehát most mondták el, hogy amúgy Fredber rohadtul instabil. Felettébb olyan üzenet, aminek örülök, azt kell, hogy mondjam, basszus. Tehát most már az a hely sem biztonságos. Zsír. Mi lenne akkor, hogyha legalább a generátori szoba biztonságos lenne? Nem, figyelj, a következő mechanika az lesz. Megjelenik Medpet a mennyországból, lejön és szétveri a generátort. Minden másodpercenként 50% esélye van. Dob egyet dobókockával, és hogyha eltalálja a hatost, még ez nem 50%. Dob egyet dobókockával, és hogyha páros számot dob, akkor feljön, megfog egy villámot, és lecsapja a generátorunkat a francba. Az lesz neki a mechanikája. Tehát azt mondod, hogy te csak úgy le tudsz jönni onnan. Ez lett tesztelve? De tehát, hogy azért rákérdezek még egy párszor, mert nem úgy tűnik. Egyelőre legalábbis én nem nagyon látom, hogy úgy tűnne, mint hogyha ez a játék ez úgy sokféle ilyen kezdő tesztelésen ment volna át, hogy ugye, hát mondom, olyan emberek játszottak volna vele kiadás előtt, akik nem ismerik a játékot, erre nagyon-nagyon durván ráfér egy nerf. Hallom a pacskolást. De Pali! Hát ülj már a seggeden, olyan vagy, mint valami rossz izé, brain rot, ADHD és skibidi toilet gyerek. Digmarit, Zohájó, meg mindenféle baromság, légy szíves, üljél már el a seggeden, nem annyira nehéz, hidd el. Ha leülsz. Ó, tényleg. Tudod mit? Ülj le ide. Én is leülök ide, jó? Üljünk együtt itt. Sőt, inkább ülök itt. Ez most befele tervez jönni a generátori szobába? Ne. Te sem, igaz? Elődögész itt, ez milyen jó gyerek vagy te, basszus, nem? Hát, Pali? Ilyen jó gyereket láttatok már máshol, milyen jó meg van nevelve. Lejössz, szerintem szó szerint csak visszaraklak téged. Bob, ülje. Léci, kezembe tartogatlak most egy picit, szorongatlak, jó? Visszaviszlek a másik helyre. Freddy az most akkor itt van, vagy mi a franc van vele? Freddy az most nem tudom, hogy hol van. Freddy az most... vissza. Be akarsz ide jönni? Ide? Ide? Igen? Így játszunk? Leugrasz innen, váglak vissza azonnal. Most Bonnie, ezt döntse már el, hogy mit akar, mert... Kiégek ezek az animatronikokon, tehát énnek. Olyan, ez megint csak, tehát gyerekszimulátor, óvodaszimulátor, mindenki ilyen...
Mindenki ilyen kicsöszett iPad gyerek basszus, mindenkire 15 másodpercenként oda kell figyelni, mert különben amúgy meg szembe jön velünk, vagy valamilyen baromságot ránk húz. Óvoda szimulátor, szia neked is, üdvözöllek téged is, ha, de jó. Jó, akkor mostantól fogva irodában vagyunk szorítva gyakorlatilag. Mi lenne, ha kimennék én a túloldalon? Ilyenkor én ki tudok menni a túloldalon? Ilyenkor az lehetséges, hogy direkt úgy van... Szerintem ezek direkt úgy vannak leprogramozva ilyenkor, hogy tehát átjöjjenek a túloldalra. Valószínűleg van egy olyan dolog a kódban, hogyha tehát ezt kapják, hogy ütik az egyik ajtót, akkor instant átjönnek a másik oldalra. Mert, nem, mert ez eddig mindig így történt. Hogyha jobb oldalon lecsuktam az ajtót és megpróbáltam kimenni balra, minden esetben szembe jöttek velem, mert csak egy darab kiárat van, ugye? Szóval szerintem ez tényleg úgy van. Szóval szerintem ez tényleg úgy van, hogy ilyenkor mondja nekik a kód, hogy hallod, a hülye gyerek a másik oldalt akar kimenni, menj már ki te is ott, ez milyen vicces lenne már. Legmentálisan stabilabb napjátékos. Jó, ide szerintem holnap visszatérek, mert sikerült technikailag a harmadik éjszaka, a negyediket azon kívül meg megnézhetjük, de szerintem még mindig áll az, hogyha egy részben nem tudok haladni, és az utána lévő résznek az elején se tudok haladni, akkor inkább megnézzük online, mert erre a jelenlegi Nightra erre látok még esélyt. Addig, ameddig nem jön be az, amit ténylegesen mondtak, ez a Fredberes baromság, hogy mind a két ajtót le kell csukni. Mert akkor viszont tényleg K.O. van. Na mindegy, akkor honnan visszatérünk, mert csőszük Ali. Bruh.